A mérkőzés lefújása előtt egy feléívelt beadást ollózott a Ferencváros hálójába Zsóri Dániel. A fiatal csatár első felnőtt meccsén 2019. február 16-án csereként állt be a 81. percben, majd 1-1-es állásnál a 93. percben lőtte 15 méterről ballal a kapu jobb alsó sarkába a gyönyörű, most már Puskás Ferenc díjas találatot. A fiatal játékos önfeledten ünnepelte a győzelmet érő gólt. Daniel Zuri. Zsóri gólja Lionel Messi találata és Juan Fernando Quintero szabadrugása ellen versenyzett az elismerésért. A FIFA 10 jelöltjéből 3-at juttatott döntőbe a közönség szavazás. Majd a trióból szakértő zsűri döntött el, hogy kié volt a legmesteribb találat. A fiatal romániai származású magyar focista jelenleg a MOL Fehérvár FC labdarúgója. A díjátadón szűkszavú beszédet mondott. Óriási megtiszteltetés, hogy a legnagyobb magyar játékosról elnevezett díjat első magyarként át tudom ezt venni. És ezt nagyon szépen köszönöm a családomnak, a hozzám közel álló embereknek, klubjaimnak, edzőimnek és csapattársaimnak, akik segítettek ebben, hogy elérjem ezt a díjat. Viszont az utamnak még nagyon az elején járok, és nagyon sok dolgot kell még tennem. Köszönöm szépen! Orbán Viktor Facebook oldalán gratulált Zsórinak. A magyar miniszterelnök azt írta bejegyzésében, a Puskás díj visszatér. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség milánói gáláján még számos elismerést osztottak ki. Az év játékosa címet Lionel Messi, az FC Barcelona 5-szörös aranylabdása nyerte. A 32 éves támadó pályafutása során 6-szor lett a legjobb a FIFA szavazásán. A gálán díjazták még a brazil Elisson Békert, aki az év férfi kapusa lett a Liverpool színeiben. Az év edzője a férfiak mezőnyében, a szintén a Liverpoolban tevékenykedő Jürgen Klopp lett.